Köszöntöm a foci edzőket, a vezetőedzőket, Presseller Tamás, aki a nagypályás gárdát irányítja. Jó reggelt, üdvözöllek! Jó reggelt kívánok! És Jordi Jászolé is, a futszál vezetőedzője is itt van. Szervusz, Jordi! Jó reggelt kívánok! Nos, hát beszélgessünk a fociról, legyen szó kispályáról, nagypályáról. Először azt kérem tőletek, hogy értékeljük a csapatok jelenlegi helyzetét. Hol tartanak most a csapatok, milyen hónapokon vagyunk túl? Tamás, kezd! Hát az NB3-os csapatunk ugye itt a megszűnés szélére sodródott a tavalyi évben. Hála Istennek sikerült elindulni az NB3-ba, és az utánpótlás akadémia is meg tudott maradni, és a legfősebb osztályba tudnak szerepelni a csapataink. Hát sajnos a fél év az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Jelen pillanatban nem vagyunk feljutó helyen, az ötödik helyen tanyázunk, és bekerültünk a tavalyi évben, évvége felé egy olyan spirálba, ami négy vereséget eredményezett. Ez egy kicsit megrogyasztotta a csapatot. Hála Istennek sikerült belőle felállnunk, és most a tavaszi szezonra készülünk fel úgy, hogy a végén feljutó helyen tudjunk lenni. Nagyon-nagyon sok kérdést vett fel az, amit most mondtál, de egy hasonló értékelést árunk Jordi-tól is. A futszál ma van egy meccs, az első meccs, január játszunk négy meccs, a Magyar Kupa, kezdünk ma. Igen, de hol tart most a csapat? Jó, a csapat jól volt, jól van most, bocsánat. Annyira jól van, hogy? Az első. Első hely vagyunk. Okay. És most játszunk a Magyar Kupa is, a Nyírdula jelen. Most van négy meccs, 16 nap bent. Jó, tehát januárban most 16 nap alatt négyet játszik az Eto futszál csapata. Válogatott edzőtábor, és utána van az Európa bajnokság, válogatott Szerbiában. És kicsit nehéz, mert nincs sok időt tudunk edzeni, de szerintem jól lesz. A csapat jól van, és minden játékos jól van. Hát a karácsonyi nagy kajálásokat nem nagyon tudják kipihenni a srácok, úgyhogy már ma mérkőzés vár rájuk. Ha jól tudom, ezt egy picikét előrébb hozták ezt a meccset, úgyhogy hamarabb. Ugyanúgy a magvasi sportcsarnokban, és 6 óra után várjátok a szurkolókat. Aha. Oké. Okay. Tamás, hát akkor ismételten nagypályás foci, amiről beszélgessünk. Mondtad, hogy nem ragyog valami fényesen most a nagypályás focisok csillaga. Nagyon-nagyon komoly munkába kezdtetek, hiszen majd a mérkőzések, a bajnokság mérkőzései azok majd februárban indulnak, de már most bizony a srácok mennek 9 órakor a pályára. Miért? Hát hétfői nappal elkezdtük a felkészülést, és reményeink szerint ez a 6 hét elég lesz arra, hogy úgy fel tudjunk készülni erre a fél szezonra, hogy minden meccset megpróbálunk mindenképpen megnyerni, és a végén feljutó helyen legyünk. Milyen taktikát alkalmaztok? Kőkemény edzésekkel szeretnétek pótolni valamit, akár a fizikai lemaradásból, vagy még jobb kondícióba hozni a csapatot, vagy esetleg szellemileg kell frissíteni? Mind a kettő. És Jordinak itt nagy szerepe van, mert hogy ő mint erőnléti edző is szerephez jut a nagypályás foci esetében. Eleve szeretném, hogyha rendbe tennénk, hogy mi a közös a futszál és a nagypályás foci életében, mert hogy talán én úgy veszem észre, hogy a szurkolók még mindig kicsit idegenkedve tekintenek a futszára, holott már egyre több szakember említi, hogy bizony a futszálban alkalmazott akár felfogás, az bizony a nagypályás fociban is nagyon jól jön. Egyet tudni kell, ez két különálló sportág, de rengeteg közös pont van, főleg itt a gyerekeknek, a kicsik, mondjuk a 13 éves korig való felkészítésben. Ott, ha megnézzük, nagyon-nagyon fontos ez az 1-1-2-1-2-2-3-3 egész a 4-4-es formációig a játékosoknak a felkészítése és azoknak a mozgása. Ez segít nekünk a futszal. Ott kőkeményen ez más 50 évvel ezelőtt is már le vannak fektetve azok a variációk, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Ha megnézünk egy nagypályás focit, akkor tulajdonképpen egy bizonyos területen általában így 3-3-4-4 játékos fog egymás ellen játszani, és ebben nyújt nekünk segítséget a futszal.
És akkor beszéljünk a jelenlegi helyzetről. A csapat edz, napi két edzés, ha jól tudom, és felkészülési mérkőzések is várnak a srácokra. Igen, az első két hétben még csak kedd és csütörtöki napokon tartunk két edzést. Ez az első hét, ez egy viszonylag könnyebb, de utána kőkemény lesz. Felkészülési mérkőzések, ha jól tudom, külföldi csapatokkal is játszunk. Igen, tulajdonképpen 7 darab előkészületű mérkőzést fogunk játszani, a legelső a Lipót ellen, az összes többi pedig szlovák első és másodosztályú csapatok, bocsánat, még egy osztrák is lesz. Mi a cél? Természetesen a cél minél magasabbra jutni. Kezdjük a futszállal. Mit szeretne elérni a csapat? Nyerni minden. Nyerni mindent, oké, Zsordi nagyon egyszerűen megoldotta. A magyar bajnokság megnyerése az alapvető cél. Igen. Nemzetközi mérkőzések esetében? Nincs. Tehát ott nincs külön ilyen megfogalmazott cél, csak nyerni, nyerni és nyerni. Az van. Oké. Nagy pályás foci? Hát itt a nagy kérdés ugye az MB2. Benne van még a pakliban? Természetesen, hogyha nem hinnénk ebbe, akkor nem is csinálnánk. Én mindenképpen hiszek a csapatba. Én úgy gondolom, hogy megfelelő játékerőt képviselünk. Volt itt egy botlás az őszi szezonban, ezt ki fogjuk javítani, és a tavaszi szezonban egy látványos jó játékkal fel fogunk jutni. Van-e változás a csapat összetételben? Kezdem megint a futszállal, mert hogy erre nagyon rövid a válasz. Jöttek-e új játékosok, vagy változott-e a csapat? Maradt az egész csapat, de jött vissza a Sergio Solano, aki itt volt a múlt szezon. Jött vissza, mert Rick Gabriel, szlovák gyerek, volt egy sérülés, hosszú sérülés. És most jön vissza Sergio, aki itt volt, nagyon jó játszott itt, nagyon jó gyerek, jó játékos, és szerintem tud segíteni a csapat. Már ma este is pályára lép? Nem. Már nem. Akkor még várnunk kell rá egy picit. Igen. Tamás, ugyanez a kérdés a nagypályás focira. Ott, ha jól tudom, akkor egy igazolás történt. Igen, Imrik Laci személyébe egy volt etós játékos tért vissza a kötelékünkbe. Budaörsön, Csákváron több MB2-es csapatban játszott. Biztos vagyok benne, hogy erősítés lesz. És rajta kívül még tesztelünk két szlovákiai magyar játékost, akik szintén úgy néz ki, hogy jók lesznek. Nos, a szurkolókkal zárjuk a beszélgetést, a szurkolói kérdésekkel úgymond, mert hogy a nagypályás foci esetében a nagy kérdés az volt, hogy elpártolnak-e az Eto szurkolók a csapattól. Mi történt? Összegezzük az elmúlt hónapokat. Hát, hála Istennek nem. A legelső mérkőzésünk hazai pályán az egy kiemelkedő volt, ott 4000 néző tekintette meg a mérkőzésünket. Az összes többén átlagban ilyen 2000 néző jött ki. Természetesen, hogyha még jobban fogunk tudni játszani, akkor biztos, hogy még többen fognak kijönni, erre fogunk törekedni mindenképpen. Oké, a meccsekre majd várjátok a szurkolókat, és ahogy Zsordi említette, 4 mérkőzés vár az Eto futszálosokra már januárban. Ezek közül nem mindegyik lesz hazai mérkőzés, de a mai éppen hazai mérkőzés, úgyhogy a Magvasiba este 6 után várjuk a szurkolókat. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és természetesen ami történik a foci világában, arról majd mi hírt adunk, úgyhogy találkozunk majd legközelebb is. Zsordi, Ide Szolé, Preszeller Tamás, szép napot, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.